Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Ülésezett a Gazdasági Bizottság Szekszárdon, fejlesztésekhez szükséges döntéseket hoztak meg. Az egyesületekkel tanácskoztak, kerekasztal megbeszélést tartotta a Tolna vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. Nincsenek likviditási problémáik, ülésezett a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. Bővült a Bonyhádi géppark, 60 millió forintos gépjárművet szerzett be az önkormányzat. Felújíthatják a szekszárdi önkormányzat tulajdonában álló gyermektáborokat, legalábbis az ehhez szükséges egyik első döntést most hozták meg a helyi közgyűlés gazdasági bizottságának tagjai. De nem csak erről, hanem a közterületi díjakról is tárgyaltak. Fiatalokkal telik meg nyaranta a szekszárdi önkormányzat sötétvölgyi tábora, a festői környezetben található faházak 104 fő elszállásolására alkalmasak, de nem csak itt, hanem Faddomboriban is van egy hasonló ingatlanja a Tolnai vármegyeszékhelynek. A felújításuk régóta tervben van, most viszont úgy tűnik a hosszú folyamat elkezdődhet. A közgyűlés gazdasági és városfejlesztési bizottsága ugyanis ezzel kapcsolatban hozott döntést. Három projektelemet javasolt az önkormányzat, illetve a GVB ezeket a javaslatokat elfogadta. Sötétföldi gyermektábornak a felújítása és rehabilitációja, szintén Sötétföldben az erdészháznak a teljes energetikai felújítása és megújítása, és a Faddombori gyermektábor szintén ebben a kategóriába fog esni. Ez most azt jelenti, hogy ha forrást talál rá a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács, már pedig reméljük, hogy fog, akkor ezekre a projektekre elkészítik az építési engedélyes és kiviteli terveket. Ez pedig azt jelenti, hogy miután a késztervek elkészülnek, ha központi forrás lesz a felújításra, akkor az azonnal pályázhatóvá válik. Nem könnyű munkaidőben parkolót találni Szekszárd belvárosi részében. Sokan nem tudják, de a férőhelyeket bérelni is lehet, például egy-egy évre. Ebből a városnak bevétele származik, de ugyanígy területalapú helypénzt kell fizetni akkor is, ha az önkormányzat tulajdonába lévő közterületet akarja valaki üzleti vagy non-profit céllal használni. Az ehhez szükséges engedélyekkel kapcsolatban is fontos döntést hoztak most a gazdasági bizottság tagjai. Azt az elvi döntést hoztuk, hogy amennyiben a közterület használatához valamilyen üzleti érdek fűződik, akkor maximum mérséklést tudja támogatni a Gazdasági Bizottság. Amennyiben ez nem profitábilis tevékenység, akkor pedig tudunk az elengedés mellett dönteni. Szekszárdon a közgyűlés várhatóan februárban ülésezik majd, akkor vélhetően a most tárgyalt napirendek közül több újra előkerül. A háború, a brüsszeli szankciók és a történelmi aszálykár ellenére is kivételesen teljesített 2022-ben a magyar gazdaság. A GDP 4,6%-kal nőtt, mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában kedden. Hozzátette, ezzel a legjobban teljesítő harmadba tartozik az ország az EU-ban, a volt szocialista országok között pedig a lengyelek és a szlovénok után a legjobb teljesítményt érte el. A magyar növekedés 2,5-szeresét ért el Németország, Lettország, Finnország és Szlovákia növekedés ütemének, és közel 2-szeresét a svéd, cseh, litván és francia gazdasági bővülésnek. A kimagasló eredmény hátterében a nemzetközi bizalom, a magas beruházási szint, a teljes foglalkoztatottság, az alacsony munkanélküliség, a bérnövekedés és a célzott kormányzati intézkedések álltak. Ki kell emelni, hogy 2022-ben az ipar Európa egyik legerősebb növekedését produkálta, közel 6%-kal bővült. Erre a húzóágazatra tehát továbbra is számíthatunk, amelyet egy újabb iparstratégiával, a beruházások növelésével tovább kell erősíteni. A civilek napja alkalmából tartottak kerekasztal megbeszélést Szekszárdon. A rendezvényen szó volt az egyesületek helyzetéről, terveiről. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, az értekezlet a közféra és a civil társadalom együttműködésének fejlesztése érdekében rendezték.
A köz- és civil szféra szereplői ültek egy asztalhoz Szekszárdon, ugyanis egy megbeszélést szervezett a Dunamenti Polgári Egyesület által működtetett Tolna vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. Berta Zoltán elnök elmondta, hogy a vármegyében nagyjából 1600 bejegyzett szervezet van, ennek közel felével tart kapcsolatot a központ. Sokrétű volt a mai napunk, hiszen a közszféra részéről inkább a lehetőségek hangzottak el, hogy mit tud akár a megyei, vármegyei kormányhivatal, vagy a megyei, vármegyei önkormányzat nyújtani, mit tudnak az intézmények, mint például a Babics Kulturális Központ, vagy mit tud egy önkormányzat, akár a dombovári, tolnai, szekszárdi, hiszen mindegyik képviselője jelen volt, nyújtani a civilek számára. A civilek pedig azt fogalmazták meg, hogy ők hogyan tudnak bekapcsolódni egy-egy település életében. Több esetben megfogalmazódott az, hogy tudnák még tovább színesíteni az együttműködést. Az elnök szerint szorgalmazni kellene az egyesületek között az együttműködést, hozzátette, erre kiváló példa Dombóváron a civil tanács, amely évente 3 nagyvárosi programot rendez, emellett a szervezet dönt az önkormányzat által biztosított civil támogatás felosztásáról is. Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke elmondta, rendkívül fontos az egyesületek munkája. A civilekről elmondható az, hogy ők azok az emberek, akik a szabadidejüket áldozzák fel azért, hogy gyakorlatilag fizetés nélkül olyan tevékenységet végezzenek, amivel értéket teremtenek, és miközben értéket teremtenek a szűkebb közösségükben, ezáltal értéket teremtenek a településükön, ezáltal értéket adnak és teremtenek Tolna vármegyének, és azt gondolom, hogy hazánk fejlődését is így módon szolgálják. Az alelnök hozzátette, hogy a jövőben szeretnék még szorosabbra fűzni a kapcsolatot a vármegyében működő civil szervezetekkel. A magyar rendőrök munkájának köszönhetően az elmúlt évtizedben sikerült 60-70%-kal csökkenteni az elkövetett bűncselekmények számát, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden. Rétvári Bence elmondta, a bűncselekmények száma Magyarországon a 2010-ben regisztrált 447 000-ről már a 154 000-re csökkent. A déli határok védelmében pedig tavaly 270 000 embert akadályoztak meg az illegális határátlépésben. Az ukrán-magyar határszakaszon 4535-en léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határon belépők közül pedig 3788-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság szerdán. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 111 embernek állított ki 30 napra érvényes ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát, a végleges okmányok beszerzéséért, írták. Nem küzdött likviditási problémákkal 2022-ben a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás, és előre láthatólag az idén sem lesznek problémáik, mondta el Pintér Szilárd, a társulás elnöke szerdai soros ülésükön. Folyamatosan figyelik a pályázatokat, amelyeknek köszönhetően több civil szervezetnek és cégnek is segíteni tudnak 2023-ban. Sikeres volt a tavalyi éve a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulásnak, mondta el Pintér Szilárd a testület szerdai ülésén. Az elnök arról is beszélt, hogy 2022-ben likviditási problémákkal nem küzdöttek, minden tag befizette tagdíját, és olyan egyéb forrásokhoz is hozzá tudtak jutni, mely segítette a működést. 23 év szintén hasonló az összes többi évhez, hiszen évelején még nem látjuk biztosan azokat a többletforrásokat, amelyek a projektmenedzselés mentén megjelennek, de bizakodóak vagyunk, hiszen vannak beadott és előkészített pályázatok. Első testületi társulási üléseken szoktuk elfogadni a rendezvénysátornak a tárgyévi beosztását, hiszen van egy sátrunk már több mint 10 éve, 12 önkormányzat a tulajdonos, ennek a koordinálását, őrzését, felállítását is szintén a társulás végzi. A sátorral kapcsolatos koordinációra pedig szükség is van, folytatta az elnök, ugyanis idén is rengeteg rendezvénnyel számolnak. A területet érintő, ott felhasználható pályázatokat is nyomon követi a társulás, és tájékoztatják az érintetteket arról, hogy milyen lehetőséget nyílnak meg számukra. Nyilván alapvetően a munkaszervezet fenntartása adja a költségeknek több mint 75%-át, ezért gyakorlatilag néhány 10 millió forintos költségvetésből gazdálkodik csak a társulás, de azt hiszem, hogy azok a top pluszos projektek, amelyek megjelennek,
LIDER források tekintetében még nem merítettük ki a keretet, abban is a vállalkozóknak újabb felhívással fognak megjelenni a közeljövőbe. Természetesen, ami azt gondolom, hogy példaérték is előre mutat, hogy a Dombvári járás civil szervezeteit is felkaroltuk, és a számukra egy egységáron készítjük el az összes pályázatot. Pintér Szilárd elmondta, az energiaválság nem befolyásolja a kaposmenti terület és vidékfejlesztési társulás munkáját, ugyanis csak egy kis irodát bérelnek, amit gazdaságosan tudnak üzemeltetni, így a dologi kiadásaik sem jelentősek. A munkáját jól végző tanyagodnak a falu lelke, amit az is bizonyít, hogy Magyarországon minden jogosult, vagyis mintegy 2000 település tart fent tanya vagy falugondnoki szolgálatot, mondta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta, az apró falvakban és egyebek mellett települések külterületein élők szolgáltatásokhoz jutását segítő tanyagondnoki szolgálat igazi hungarikum és a kormány partnere a működtetésében. Jelezte, ilyen szolgálathoz korábban csak a 600 lakosnál kisebb községek kaphattak állami támogatást, de ez a Magyar Falu Program beindulásával változott, és a támogatás mértéke a korábbi több mint kétszeresére nőtt. Sok településen sokat futott, előregedett járművekkel végezték a szolgáltatást, mostanra 1200 helység kapott új buszt, mutatott rá. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a falvakban élők életminőségének javításában. Egy új járművel bővült a Bonyhádi Bonicom Non-Profit Kft. Gépparkja. A nettó 60 millió forintos teherautó beszerzését a város önkormányzata finanszírozta. A település közüzemi cége többek között a téli sikosságmentesítést, az építőipari munkáknál jelentkező feladatokat tudja majd ellátni az autóval. A Bonyhádi Bonicom közüzemi non-profit Kft. Telephelyére gurul be a géppartjuk legújabb darabja. Egy 36 éves IFA tehergépjármű munkáját veszi majd át a sokrétűen használható jármű. Nagy örömünkre szolgál, hogy Bonyhád város önkormányzatának 6-6-os támogatása mellett sikerült a mai napon átvegyük ezt a teherautót. Ez egy Mercedes-Benz gyártmányú 16 tonna ösztömegű gépjárműről van szó, amit több célra tudunk majd használni. A csúszásmentesítési feladatok mellett tavasztól őszig a logisztikai szállítási feladatokban is szerepet kap majd az újonnan beszerzett gépjármű. A cég emellett nagy hangsúlyt fektet a kollégák munkabiztonságára is. Az új gépjármű fejlődést jelent az NKFT számára. A Bonicom életében ez egy komoly lépték, kisebb értékű berendezéseket szoktunk venni korábban is, de ez nettó 60 millió forintba került, az 76 millió forint bruttóban. A város üzemeltetési feladatokat ellátó cég nem talált olyan pályázatot, amelynek igénybevételével meg tudta volna vásárolni a járművet, így a 100%-ban önkormányzati finanszírozásnak köszönhetően tudták lecserélni a több mint 30 éves IFA tehergépkocsit a vadonatúj Mercedes gyártmányú tehergépjárműre, amely az átvételt követő oktatás lezártával már szolgálatba is állt. Regionális híreink következnek. Elfogadták a költségvetést, a jobboldali frakció nem elégedett a városvezetés tervével. Nádaratás, évek óta kevesebb területen valósul meg a Balatonnál. Immár 15 épületben elérhető a gyors segítség, defibrillátorokkal gazdagodott a Pécsi Egyetem több telephelye is. Elfogadta az idei költségvetést a pécsi önkormányzat. A képviselőtestület hosszú vita után szavazott a bücséről. A jobboldali frakció tagjai számos olyan javaslatot tettek, melyek a családokat, a civileket és a nemzetiségeket szolgálják, ám a városvezetés ezeket elutasította. A Fidesz és a KDNP politikusai szerint ez nem a takarékos gazdálkodásra val, amit a baloldal tesz, vagyis a prémiumok osztogatása cégvezetőknek és milliós fizetések a mondva csinált pozíciókat betöltőknek. A baloldali városvezetés bort iszik és vizet prédikál. Így jellemezte a pécsi Fidesz frakció vezetője az idei évi költségvetést. Csizmadia Péter szerint ugyanis a városvezetés állítja, takarékos gazdálkodást folytatnak, azonban az nem takarékos költségvetés, ha abban elfér 100 millió forintnyi cégvezetői prémium vagy tanácsadói szerződésekre, koncepciókra 100 milliók.
A városházi ellenzék számos költségcsökkentő javaslatot tett le és indítványozta a prémiumok befagyasztását, a felesleges vezetői pozíciók és a külsős alpolgármesteri posztok megszüntetését, a nélkülözhető szerződések felbontását. Alapvetően egy családtámogatási ösztönző programot illene indítani a városnak. Erre tettünk javaslatokat, ezt önökkel már egyébként részben ismertettük sajtóközlemény formájában. Gyakorlatilag ugye miről szól a mi álláspontunk? Mi azt mondjuk, hogy erős családok nélkül nincsen fenntartható pécsi jövő, tehát hogyha a családok erősek és ők jól érzik magukat helyben, őket tudjuk támogatni, akkor annak van egy olyan népesség megtartó ereje, amivel egyébként majd a következő generáció is megtalálja a számítását Pécsen. Ezen javaslatok között szerepel a házasságkötési díj és a bölcsödei térítési díj elengedése, valamint a nagycsaládosok számára az építményadó fizetési kötelezettség megszüntetése. Ezeket azonban a képviselőtestület elutasította. A költségvetés több pontján is tettek még javaslatokat a jobboldali frakció tagjai, melyek a rászorulókat segítenék, ám a városvezetés ezeket nem akarta meghallani, fogalmazott a KDNP képviselője. Folyamatosan demagógiába vádoltak minket végig az ülés során, miközben mi olyan javaslatokat tettünk a 2023-as költségvetéshez, ami a buszsofőröknek, a legrászorultabbaknak, a családoknak, a hátrányos helyzetűeknek, a roma kisebbségnek az érdekeit helyezte előtérbe. Folyamatosan ezt kaptuk vissza, hogy demagógok vagyunk. Nem gondoljuk, hogy ez demagógia lenne. Hosszas vita után végül elfogadták az idei évi költségvetést a képviselők. Köszönöm, megállapítom, hogy a közülés 17.2-nél és 6 tartózkodás mellett a rendeletet elfogadta. A büdzsében egyébként szerepel többek között egy 100 millió forint összegű keret a kis- és középvállalkozások rezsiprogramjára, a civil szervezetek támogatását összesen 40 millió forinttal emelik meg, és egy társasházi energetikai felújítási programot indítanak, aminek éves célkerete 150 millió forint. Az enyhe telek miatt az utóbbi években az ideálisnál kevesebb hektáron aratják a nádat a Balatonnál. A növény vágása a tó ökológiai szempontjából is fontos. Idén mintegy 61 hektáron történik nádaratás. Tavaly összesen 51,2 hektár, tavaly előtt pedig 76,6 nád vágása valósult meg a tónál. A Balatonnál 1200 hektárnyi nádas található, ebből 400 hektár természetvédelmi oltalom alatt áll, vízminőségi szempontból védett madarak fészkelőhelye. Az ideális az lenne, ha évente 250-300 hektáron valósulhatna meg a nád learatása. Az utóbbi esztendők enyhetelei azonban nem tették lehetővé, hogy akkora területen végezzenek nádaratást, amelyre a Balaton ökológiai szempontjából szükség lenne. A nádvágáshoz ugye az enyhetelek általában nem kedveznek. Ugye az optimális nádvágáshoz nagyon fontos, hogy egy 10 cm-es jégréteg alakuljon ki. Erre azért van szükség, mert a nádnak a tövét, az úgynevezett rizómáját meg kell védeni. Ha ez a jégréteg nem alakul ki, akkor taposási kár keletkezhet. A nádas állomány nagy mértékben hozzájárul a Balaton öntisztulási folyamatához. A többi között oxigénnel látják el az aljzatot, fizikailag és kémiailag is szűrik a vizet, illetve mikroélőhelyek sokaságát rejtik. Éppen ezért is a vízminőségvédelmi nádgazdálkodás célja a nádasok megújulása, illetve kiterjedésük, minőségük megőrzése. Ugye a nádvágás tekintetében két típust különböztetünk meg. Az egyik az a vízminőségi nádvágás, ez a tó vízminőségének a javítását szolgálja, az öntisztulási folyamatát. A másik a haszonnádvágás, ez az értékes nád ipari felhasználását jelenti. A 2022-23-as nádaratási szezonban önkormányzatok, magánszemélyek, egyesületek részéről mintegy 70 kérelem érkezett a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság balatoni vízügyi kirendeltségéhez. A kérelmezők részére összesen 51 hektár területre adtak ki nádvágási engedélyt, mederkezelői hozzájárulást. Haszonnádvágás keretében a kirendeltséghez egy vállalkozó fordult kérelemmel, ő Szigligetnél mintegy 6 hektár vágását végzi. Vízminőségvédelmi nádaratás pedig mintegy 4,5 hektáron valósul meg, így az idei szezonban közel 61 hektáron történik nádvágás a Balatonon. Tavaly összesen 51,2 hektár, tavaly előtt pedig 76,6 hektár nádvágása történt a tónál.
7 darab új, modern, életmentő készüléket, nevezetesen automata defibrillátort szerzett be a Pécsi Tudományegyetem. Ezekkel a berendezésekkel együtt immár 15 defibrillátor érhető el szabadon a különböző szervezeti egységekben Pécsett, Szombathelyen és Kaposváron is. Az elmúlt években pedig már több mint 160-an vettek részt a PTL munkatársai közül elsősegélynyújtó képzéseken. Ez egy gyakorló defibrillátor, ez látható itt mellettem. Az elv az gyakorlatilag semmi másban nem különbözik, csupán abban, hogy itt az az energia, amit leadunk, az nem pont ugyanaz, mint az éles készüléknél. De minden lépés, minden történés az tulajdonképpen ugyanezzel a készülékkel is kivitelezhető. Ezen a gyakorló defibrillátoron tanulták meg az újraélesztés alapjait azok a pécsi egyetemisták, akik csatlakoztak a kancellária és az egészségtudományi kar által indított tanfolyamhoz. Fontos tanúsága volt a mostani képzési ciklusnak, hogy a rendkívül változatos szakmai háttérrel rendelkező egyetemi dolgozók egy jó ügy mentén egy közösségé kovácsolódtak össze, akik hajlandók segítséget nyújtani és példát mutatni másoknak. 162 olyan munkatársat sikerült a kancellária szervező munkájának és az előbb említett intézetnek a közreműködésével kiképezni, akik képesek lesznek ezen eszközöknek is a használatára, és rendelkeznek azokkal a képességekkel is, és ezt szeretném aláhúzni, hogy mernek segíteni. És ez talán a legfontosabb, hiszen a készülék önmagában nem fogja tudni a célját elérni, hogyha ezek az áldozatkész munkatársak nem lesznek ott, és adott esetben nem hagyják végre ezeket a nagyon egyszerű, ám de nagyon-nagyon lényeges cselekvés sorokat. Mindez azért fontos, mert 7 új életmentő készüléket szerzett be az intézmény. A pécsi, a szombathelyi és a kaposvári telephelyekre egyaránt jutott a berendezésekből, melyeket most vehettek át. Úgy gondolom, hogy ez a belső igény mindannyiunkban megvan. Szeretnénk olyan környezetben lenni, ahol biztonságban tudhatjuk kollégáinkat, és nyilván magunkat is. Én úgy gondolom, hogy ezek a készülékek, ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a legkritikusabb pillanatokban, amikor szükség van rájuk, akkor azzal életeket tudjunk menteni. Nagyon örülök neki, hogy a Pécsi Tudományegyetem itt előrébb tud lépni, és immár 15 készülékkel tudhatunk a legkritikusabb időszakban segíteni. A hirtelen keringés megállás egyébként a vezető halálokok között szerepel világszerte. Magyarországon naponta mintegy 70-en halnak meg hirtelen szívhalában, pedig gyors és hatékony beavatkozással jelentős részük megmenthető lenne. Keringés megállás esetén az automata vagy félautomata defibrillátor fontos eleme az újraélesztésnek. Sok leadva. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Ülésezett a Gazdasági Bizottság Szekszárdon, fejlesztésekhez szükséges döntéseket hoztak meg. Az egyesületekkel tanácskoztak, kerekasztal megbeszélést tartotta a Tolna vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. Nincsenek likviditási problémáik, ülésezett a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. Bővült a Bonyhádi géppark, 60 millió forintos gépjárművet szerzett be az önkormányzat. Csütörtökön délelőtt a párás, kötfoltos területek mellett napsütéses időjárás is várható, de délután már vastagszik felettünk ez a fátyol felhőzet. Csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge marad. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!